Közismert tény, hogy a természettudomány, legalábbis abban a formájában, ahogy ma ismerjük, a keresztény kultúrkörben alakult ki. Az első természettudósok istenhívő teista emberek voltak, és céljuk az volt, hogy a teremtett világ törvényeit feltárják, azokat a törvényeket, amelyek szerint a teremtett világban a jelenségek lejátszódnak. Ennek során kialakult a természettudománynak egy metodikája is. Lényeges elemei voltak, hogy a természettudomány megismételhető, mindenki által ellenőrizhető tényekkel foglalkozik, megfigyelésekkel és a megfigyelésekből levont következtetésekkel. Senki sem vitatja azokat az eredményeket, amelyeket a természettudomány az elmúlt néhány száz évben elért. Megismertük a világ számos addig ismeretlen jelenségét, megismertük a természet törvényszerűségeit, de ezt hangsúlyoznunk kell, a természet működésének törvényszerűségeit. A természettel úgy kerültünk szembe, mint egy kész, működő rendszerrel, és itt nem is merült fel semmiféle probléma. A probléma akkor merült fel, amikor a természettudományos gondolkodás eltávolodott az eredeti kiinduló pontjaitól, és a saját módszereivel akarta megmagyarázni a világnak, a világ jelenségeinek a keletkezését is. És itt már problémák vannak, ugyanis már elvileg is gond az, hogy a megismételhető jelenlegi jelenségekből levont törvények segítségével hogyan lehet történeti, régmúltban lejátszódó tényeket megmagyarázni. Ezek a próbálkozások, amelyek erre irányultak, legalábbis azokból a következtetésekből, amelyeket leszűrtünk, azt mondhatjuk, hogy meglehetősen sikertelenek voltak. A jelenlegi törvények ismeretében nem tudunk semmiféle végérvényes dolgot mondani azok jelenségeknek a létrejöttéről. Gondoljunk megint csak egy egyszerű példára. Előttünk áll egy autó. Ennek az autónak a működését leírhatjuk, megállapíthatjuk az összes szabályszerűségeket, de ezeknek az ismeretében semmiféle következtetést nem tudunk még mondani az autó gyártására, előállítására vonatkozólag, hogy ki készítette annak a terveit, hogy gyártották le. Az egész természetben egy hasonló kettősséggel találkozunk. Az egyik oldalon ott áll az a világ, amely most működik, amelynek a törvényszerűségét meg tudjuk állapítani, és ott van ezzel szemben az a kérdés, hogy hogyan keletkezett ez a világ. Erre az előző ismereteink alapján tulajdonképpen semmire sem vagyunk jogosultak, hogy mondjunk. Az egész világ keletkezésének kérdésével foglalkozunk. Manapság a legelterjedtebb elképzelés a Big Bang, a nagy robbanás elmélete. Eszerint körülbelül 15 milliárd évvel ezelőtt volt egy óriási energiatartalmú foton. Ez a foton azután működni kezdett, párképződéssel létrehozott különböző elemi részeket, terjedni kezdett, és ebből jött létre a mai univerzum. Itt megint abba a problémába ütközünk, hogy a tervezetlenségből, a szervezetlenségből hogyan jöhetne létre egy tervezett-szervezett világ. Erre a kérdésre a jelenlegi működési törvények alapján nem is lehet választ adni, hiszen itt valaminek kellett volna lenni a kezdetben, és a termodinamika második főtétele is erre mutatna rá, hogy egy olyan világot tudunk csak elképzelni, amely kezdeti pillanatban már tartalmazta a legnagyobb bonyolultságot,
és később ez inkább, hogy egyszerűsödött, később inkább a nem bonyolult dolog felé tartott. Megint egy példa, hogyan tudjuk elképzelni azt, hogy például kirakunk egy csomó téglát egy telekre, az süti a nap, és ebből magától felépül egy ház. Pedig ezt a termodinamika második főtételével nem tudjuk összeegyeztetni. Ugyanakkor a különböző evolúciós elméletek efféle megfontolásokon alapulnak, tehát minthogy ez a ház mégiscsak valahogy magától felépül. Téglák valahogy csak összeragadnak, csak felemelkednek, de hát ezt nem tekinthetjük egy tudományosan megalapozott elméletnek, semmiféleképpen sincs összhangban azokkal a működési törvényekkel, amelyek szerint a világ jelenleg működik. Próbáljuk meg egy kicsit részletesebben átgondolni, miről is van szó. Mindennapi életből is tudjuk, hogy bármiféle új eszközt, berendezést, tárgyat készítünk, veszünk, az a kezdetben tökéletes, csillog, villog, tiszta, tehát idővel elkezd kopni, elkezd piszkolódni, egyre inkább leromlik. Tulajdonképpen ez a termodinamika második főtételének érvényesülése. Semmi okunk sincs feltételezni azt, hogy az egész világra ugyanez az elv nem érvényes. Tehát ha a jelenleg érvényes természettörvények alapján gondolkodunk, abból kell kiindulnunk, hogy kezdeti időpillanatban a világ a jelenleginél tökéletesebb, tisztább, fejlettebb volt, és lassanként a világ is kopik, gyengül, bonyolultságát elveszti. Úgyhogy az efféle robbanásszerű világkeletkezési elképzelésekkel szemben ez jelenti a termodinamika szempontjából elfogadható megoldást. Itt természetesen megint egy alternatívával találkozunk. Arról van szó, hogy nem egy ilyen önmagából való felépüléssel tudjuk ezt megmagyarázni. Egy olyan világot, amely a jelenleginél bonyolultabb, tökéletesebb, nyilvánvalóan csak egy intelligens tervező indíthatott meg.